Sziasztok, én Maka Gyuszi vagyok, ez pedig ismét a Cirkulissa. Mai vendégem pedig Konter László Jászai Mari Díjas színművész, aki nem más, mint Döbrögi alakítója. Tartsatok velem! Szia, Laci bácsi, szeretettel üdvözöllek, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Hát mesélj egy picit erről, hogy milyen neked itt a Fővárosi Nagy Cirkuszban játszani a Nagy Döbrögit. Én szerintem pont ugyan olyan érzésem van, mint a nézőtéren ülő gyerekeknek. Nekik, őket ebben a zsenge fiatal életkorukban érik ez a hatás, engem meg így a 73-ban ér, hát fantasztikus. Gyereknek érzem magamat, és hogy még játszhatok is, nem csak néznem szabad, mindazt, ami itt történik, az egyszerűen örömmármor. De azért azt tudni kell rólad, hogy azért számtalan film, színházi szerep, illetve igazgató is voltál, tehát azért neked ez most egy ilyen jutalomjáték, vagy hogy érzed itt a Fővárosi Nagy Cirkuszban? Hát igen, mindenképpen olyan valami, aminek nagyon örülök, hogy megtalált ez a szerep, ez a feladat. Arról mesélj akkor egy picit, hogy talált meg téged ez a feladat? Ez lett volna a következő kérdésem, de előre szaladtál egy picit benne. Fekete Péterrel, akivel együtt dolgoztunk még Békés Csabán, megkeresett, és azt mondta, hogy szeretné, ha én lennék a Döbrögi. Odaálltam egy tükörhöz, megnéztem magamat, és mondtam neki, hogy biztos, hogy te egy ilyen karaktert keresel erre a szerepre. Azt mondta, hogy igen. És belevágtunk, és úgy néz ki, hogy ez jó és sikeres. A gyerekek, a felnőttek, mindazok, akik megnézik, nagyon szeretik, nagy siker van. Én is érzem ezt a szeretetet, ami a nézőtér felől árad, felénk, és bizonyos mértékig felém is, miközben ugye nekem elég erős ellenszél van, mert ugye ezt a csúnya gonosz bácsit kell, hogy játszam, aki szegény Ludas Matyit többször is megvereti, de aztán ugye visszakapja ezt tőle, és most nemrég egy Facebook beírásom azt írtam be erről a dologról, hogy végül is 3-3-ban egyeztünk ki, ugye, háromszor veli vissza, de az az igazság, hogy a Matyi az visszalépett, és ő csak kétszer. Igen, a másik az, hogy ugye nagyon sokat próbáltunk ugye közösen, tehát tulajdonképpen egy bő egy hónapot próbáltunk erre a műsorra, hogy neked rappelned is kell ugye a Ludas Matyival, hogy ez nem a te generációd műfaja, ezt most mondjuk ki, hogy ezzel hogy állsz most per pillanat? Milyen érzés? Hát nem az én világom. Persze ez nem egészen igaz, mert én kedvelem, csak nem műveltem ezt a fajta éneklő módot. Küzdöttem vele, gyakorlatilag most is küzdök, de úgy érzem, hogy egyre inkább beérik, és mit tudom én, a 150. előadásnál már legalább csodát fogok művelni ezzel. Kollégáid, barátaid jöttek már el téged megnézni? Határozottan megnőtt a barátaim érdeklődése irántam, és jönnek, és én meg segítek nekik ebben, hogy hozzájussanak ahhoz, hogy megnézhessék. Köszönjük szépen, Laci bácsi, és további sok sikereket és jó egészséget. Konter Lászlót, Jászai Mari Díjas színművészt láthattátok, hallhattátok. Tartsatok velem minden szerdán és pénteken, itt Cirkuszunk Facebook oldalán. November 6-áig pedig gyertek el hozzánk a Fővárosi Nagy Cirkuszba, hiszen Ludas Matyi dübörög a porondon. Sziasztok!